Európában hazánk az első ország, ahol lehetővé vált a koronavírus elleni harmadik oltás felvétele. Bő egy hét leforgás alatt több tízezre már regisztráltak rá, és mintegy kétharmaduk meg is kapta a vakcinát. Az még a szakembereket is megosztja kiknek, és mikor javasolt ennek beadatása. Az nem kérdés, hogy prioritást, ahogy az első és második oltásnál is az idősek és a krónikus betegek élveznek. Az ajánlások szerint legalább 18 évesnek kell lenni a harmadik oltás felvételéhez, valamint minimum négy hónapnak el kell telni a második vakcina a Janssen esetében az első beadását követően. Kérdések inkább azzal kapcsolatban voltak, kit, mivel érdemes harmadjára beoltani. Az oltóanyaggyártók azoknak nem volt olyan vizsgálata, hogy az ő oltása után melyik oltást javasolja. Ezért most a szakma is gondolkodik, és az orvosi kamara tette egy nagyon kiváló anyagot le az asztalra, az egy 12 oldalas anyag, ez is megjelent az orvosi kamara honlapján, és én arra biztatnám a kollégákat meg, akik az oltással foglalkoznak, hogy olvassák át, és a két anyag Egymás nagyon jól ki fogja egészíteni, és egy kicsit nagyobb bizalommal tud majd választani most már az oltóorvos. A gyermekorvos úgy látja, néhány héten belül hazánkba is begyűrűzhet a delta variáns. Hozzátette a vírus nem válogat, és egyre több fiatal is érintett. Ezért lenne szükség szerint az olthatóság jelenlegi 12 éves korhatárának további leszállítására. Én szívem szerint azt szeretném, ha egy év felett már, vagy akár csecsemőket, mint hogy terhes mamákat is lehet 14 hetes terhesség után oltani, hogy minél jobban levigyük, mert a vírus nem differenciál, csak egy élő szervezetet keres, és ha gondolunk, gondoljuk, hogy mutálódik állandóan a vírus, ahogy átpasszálódik egyik emberből a másikig, ha talál fogékony egy élet, akkor mindig meg tud változni, és ezek a változatok pedig egyre agresszívebbek lehet. Ha már nem talál fogékony embert a, 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 a vírus, akkor nem tud változni, se is nem tud agresszíve mutálódni. Regisztrálni online az EEST oldalán lehet, de a házi orvosoknál is lehet kérni a harmadik oltás beadását. Újhely János szerint, mivel a legtöbb védőoltás 6-8 hónapra szól, a koronavírus esetében is szükség van az emlékeztető oltásra.